A hotel már meg is nyitott. Üdvözlet mindenkinek, szevasztok srácok! Működik az autofókusz, azt nézzétek! Azt a kurva élet! Ilyen még nem volt. Hogy letrekkeli a szemem, azt nézd meg. Hát ez... tud valamit ez a Sony. Szevasztok srácok, üdvözlet mindenkinek. Na! Itt vagyok újra, újra itt. Itt én itt vagyok, egy teljesen szokatlan időpontban, teljesen out of time. Tehát, hogy elméletileg ma 8-kor lett volna a stream, de amúgy meg csütörtökön soha nem szoktam este streamelni. A lényeg az, hogy itt vagyok, de már 4-8-kor is itt vagyok. Ennek az az egyetlen oka, hogy képzeljétek el, hogy egy fokkal hamarabb lesz vége a streamnek, mint gondoltam. Ugyanis maradjuk annyiban, hogy... hogy is fogalmazzak most szépen nektek? Becsúszott egy váratlan dolog. Maradjunk annyiben így a videó készítéssel kapcsolatban. Semmi rossz, tehát nehogy félreértsétek, inkább az, hogy sok minden van így egyszerre. És még ma este is a stream után is dolgozni fogok videókon, úgyhogy muszáj lesz, ne haragudjatok, de hamarabb végezzek egy picivel. Annyival, ez a fél óra is sokat számít nekem így este, úgyhogy... ezért csak 9:30 fog tartani a mai stream, ezért egy kicsit hamarabb kezdtem. Na, tehát így, értitek? Jött egy vastag szponzor. Nem, bárcsak az lenne, basszus, nem! Barikello, te egy sokkal-sokkal jobb, hogy is mondjam neked, okom van, amit nem árulhatok el. Tehát ez titkos ok. Tehát az a durva, hogy két videón dolgozom, és mind a kettő annyira titkos, hogy nem tudok róla beszélni. Tehát ez... hagyjuk. Inkább ne is beszéljünk erről. A lényeg, srácok, itt vagyok, fóbia megjelent a játék, ugye a múltkor játszottunk a demóval együtt, még a Steam Next Fest keretein belül, és hát nekem kurvára kiment a fejemből, akár hiszitek, akár nem, hogy ez 28-án kedden este, amikor kodoztunk, megjelent. Így a kod stream előtt láttam, hogy jött a notification a Steamtől, hogy megjelent egy játék a várólistámról, vagyis a kívánságlistámról, mondom, hoppá, ezt egy kicsit benéztem. A lényeg az, hogy ezzel most így játszunk, bepótolom. Lemaradtam a 28-ai launchról, de ez teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy itt vagyok, most csütörtökön nyomjuk neki. Nem tudom, hogy milyen lett a játék, a demo egyébként egész érdekes volt. Ha visszaemlékeztek, ez volt az a játék, ami végtelen módon hasonlított a Resident Evilhöz, vagy ahhoz hasonlítottam én. Tényleg, tehát itt lesz pisztolyunk, nem pedig csak menekülünk, ölni kell a szörnyeket, és valami elbaszott furcsa világban voltunk, ahol mindenféle paranormális anomália volt, meg szörnyek, meg lövöldözés, meg nagyon-nagyon félelmetes, lángszórós, tüzes valaki. Hát így ez volt nagyjából a demo. Na ez jelent most meg, és megnézzük, nagyon fontos. Ez a stream, belenéző stream. Tehát ezt most ne úgy vegyétek, hogy én most ezt végig fogom nektek játszani. Megnézzük, és ha úgy érzékeljük, vagy úgy érzékelem, hogy ez nem annyira méltó arra, hogy ezt végigjátsszuk, akkor majd váltunk. Mármint nem ma, hanem úgy amúgy, akkor lehet, hogy nem nyomjuk végig. De ha jól sikerült, akkor végignyomatjuk, mint az állat. Úgyhogy ennyi így a mai program. Meg fogjuk nézni, milyen lett ez a fóbia. Remélem jól vagytok, remélem minden a legnagyobb rendben van. Mi nagyon jól szórakoztunk délután a Burger King megnyitóján, és ez most nem sponsor spot, de tényleg tök aranyosak voltak, voltak táncosok, brékesek, olyan program volt, hogy nyomatták ott a izét, uff, állat volt. Jó volt. Úgyhogy menő volt. Itt Debrecenben nyílt, ez azért annyira nagy szám, hát most ezt persze az ország más területein ez ilyen, nyílt egy Burger King? Ú, de jó, még sose volt olyan. Szóval nem, tehát itt Debrecenben soha nem volt különálló Burger King, és ez az első különálló Burger King Drive, Isten igazából. Úgyhogy ezért is olyan nagy szám ez nekünk, debrecenieknek, hogy nyílt egy ilyen hely. Menő amúgy. Drive-os, igen, drive-os, és mind kiderült, ez nekem is újdonság volt, ez Európa
egyetlen két emeletes Burger King étterme, csak hogy legyen ilyen, érted? Ne, nincs ilyen máshol. Hát hol máshol lenne, ha nem itt Debrecenben? Persze, hogy itt. Úgyhogy ennyi. Annak a megnyitóján voltunk. Annyit, tényleg annyit dumáltunk amúgy róla, hogy, hogy tényleg meghívtak minket, akár hiszitek, akár nem. Ez tök durva, ez vicces volt. Ja, na, srácok, nagyon szépen köszi itt a streamelei támogatásokat. Juliet Reginek a fél évet, Titikének az 54 hónapot, Csíkosnak a 2 hónapot, Bene Briginek a 3 hónapot. Vége a vizsgai időszaknak, úgyhogy most már 1000-rel mehet a nyár, és kihagyhatatlan Jani stream. Wow! Vége van a vizsgai időszaknak? Jó tudni. Köszi szépen, és remélem jól sikerült. Monka, köszi az 58 hónapot. Mickey the Monkey, köszi a 2 hónapot. Sandy... Kösz a 2 hónapot. Szederati. Kösz a 17 hónapot. Argánia. Kösz a 6 hónapot. Kalapács már. Kösz a 19 hónapot. Purple Becca. Kösz a 4 hónapot. Lord Trash Panda. Kösz az 54 hónapot. Moby Dick. Kösz a 40 hónapot. Chris. Kösz a Subot. És Fefó. Nagyon szépen köszi a 69 hónapos Tier 2-es támogatást. 69 hype! Most ilyen ízé kellett volna lenni. Ilyen... konfetti eső, meg tűzi játék. Kurva életben. Amúgy nem tudom, láttátok-e, tehát én nekem ez, hogy tehát sokan, hogy is mondjam, ilyen nagyon durvának találják azt, hogy milyen menő már, hogy a játék közben változik a fény a háttérben, állam, meg ilyenek. Hát, én találtam egy olyat a múltkor, ezt megmutatom nektek. Mindjárt meglátjátok. Pillanat. Elő fog jönni, igen. Na, szóval egy... ez az. Na, ez figyeljétek. Csak mondom nektek, hogy ha valaki számára ez menő, ami nálam van. Ezt figyeljétek meg, baszki. Egy 15 éves srácról beszélünk, leveszem a fészkemet, aki minden egyes kod kill után ezt csinálja. Mutatom. Ez mi a fasz? Hogy? Hogy lehet ez? Értitek? Tehát, hogyha valakinek tetszik, hogy itt a fények mögöttem mozognak, ez a next level baszott, hogy tűzi játékot nyomat a szobájába, érted? Nyomatja a lángokat, meg mit tudom én, fú rave party. Na ezt kéne nyomassam nekem is amúgy. Valamit kurvára rosszul csinálok. Na ez a nem semmi. Én teljesen le vagyok maradva. Hát itt ilyen spotlámpák vannak, füst, gép, tűz. Hát basszus, mi ez, amit én csinálok ehhez képest, ilyen gyerekjáték? Olyan, mint hogyha azért tologatnánk a Tamagocsit, vagy nem Tamagocsit, hanem a Matchboxot. Egy versenypályán, vagy nem tudom. Tehát így, na mindegy, hagyjuk, figyeljetek, nekem ez bőven elég, hogy itt mozog a fény mögötte, én örülök neki. Te teljesen jól néz ki. Ja, úgyhogy állat volt. Hogy ezt kinéznétek belőlem, hogy én ezt megcsinálom, egyébként simán. De én olyan szinten benne lennék egy ilyenben, hogy ne tudjátok, mert csak az a baj, annyira felesleges sok pénz kiadás lenne, hogy nem éri meg. Meg az a baj, hogy itt szerintem elkezdenék ilyen rave partit csinálni, akkor na arra már lehet, hogy a szomszédok megmozdulnának. Tehát, hogy lehet azt mondanák, hogy értem én, Jani, hogy te streamelsz, meg hangoskodsz, de azért na, tehát, hogy ne gyújtsd már fel a lakás, please. Úgyhogy, ja... Amúgy, de amúgy nagyon benne lennék, csak mondom. Tehát, hogy szíjem szerint ezt ahogy fullba nyomnám. Tehát ez minden egyes kód vinnél, ami nem olyan sok, tehát így mennyi az? 2 hetente 1. Bejönne ez a... bejönne ez a... Én nagyon élném amúgy. Én nagyon élném. Na mindegy. Srácok, nagyon szépen köszi még Sokomonnak, Renikének, You Can't Save Me-nek, Chris My Ass. Köszi szépen, Horror Est Janival, igen. Presence, köszi szépen a 19 hónapot. Na, figyeljetek! Én azt mondom, pörögjön. Gurgulius, köszi szépen a 47 hónapot. A Tier 3-as 47 hónapot, várj egy kicsit. Azért nem mindegy. Nagyon szépen köszi. Tonfly, köszi az 5 hónapot, és Dark Sheepnek köszi szépen a cheert. Üdvözlet mindenkinek.
vizes Ninjon Kovács, VNK, szevasz, nem lenne, ilyen szempontból ez nincsen gond, mert ez nem titok, a 10. lakom. Tehát felettem, nem tudnék gyűjteni semmit. Úgyhogy, hát, na. Nem, ezzel nem lenne gond. De amúgy lehetne nyomatni. Srácok, én azt mondom, kezdjünk bele, mert miért ne. Fóbia, Szent Dintna Hotel, pörögjön, és megnézzük, hogy mit tud. DirectX 11-ben fogunk játszani. Van DirectX 12, vagy DirectX 12-be kéne? Várjatok már. Abba nyomjuk. Ray Tracingon, meg minden. Most kiírta nekem, hogy legyen Ray Tracing. Legyen Ray Tracing. Nyomassuk, nem? Basszus, 30-90 csak bírja, nem? Hát bassza már meg. Akkor nyomassuk 12-t. Hát még nem tudom, hogy milyen. Azban egyszer már belefutottunk egy ilyen Ray Tracinges indie játékba, és borzalmasan szar volt. Arra emlékszem. Úgyhogy remélem, hogy ez jó lesz. Na legyen DirectX 12 Ray Tracing. Elviszi a 3090-en. Én itt nem tudom, mi van most. Olyan dolgokat látok, így vibrál a kép, meg minden. De jó, jó lesz ez, jó lesz ez. Mennyire bírom a meleget, Captain Storm? Figyelj, én kimaxoltam a lakást, Captain Storm. Most volt nemrég... Olyan dolgok történnek, szerintem ez jobb, hogyha nem látjátok. Ez mi? Az én monitoromon vibrál a kép. Nincs hang. Hát nekem sincs hang. Vibrál. Jézusom, mi a fasz? Me the Magical Reaper? Me the Magical Reaper? Nagyon szépen köszi ezt az Uber. Hát én ezzel nem is tudok erre mit mondani. Ez megkúró gép csírt. Ez komolyan. Nagyon szépen köszi. Wow. Hát basszus, ez... Mostanában biztos egy rekord. Nagyon szépen köszönjük a támogatást. Valami baj van itt, egy pillanat. Nézem, hogy hát be tudok valamit nektek állítani, hogy jó legyen. Én lelokkolom 60 FPS-re a játékot, mit szóltok? Na most a jó, most jó. Megcsináltam, megcsináltam. Már meg is oldottam, ne aggódjatok. Szóval nagyon szépen köszi Me the Magical Reaper, hát ez brutál támogatás, köszönjük. Itt Valnor, köszi a cheert. Imre, nagyon szépen köszi a 17 hónapot neked meg. Szóval, Captain, kinek kezdtem el magyarázni? Captain... Storm, megvan, Captain Storm. Kimaxoltam a lakást, mert ugye volt egy nagy felújítás, és... hát úgy csináltam, hogy az egész lakásba újra lett húzva a részvezeték van mindenhol. Fullosan újra van csinálva az egész áramhálózat. Kettő klímával ki lehet bírni a 10-en, ennyit mondok. Tehát, hogy így igen. Persze baszó ablakok meg minden, tehát, hogy ez így megy. Tehát máshogy sehogy. Tehát ez a halál, ez itt a 10-en. Funky Frog, köszi szépen a fél évet, és Mr. Bilbo, köszi a cheert. Na! Ha meg bekapcsolom a két klímát, na akkor még durvább. Na jó, most srácok, kezdjük ezt az utcát, én azt mondom, mert tényleg ma sajnos csak rövidebb streamre lesz idő. Story, load. Azt hittem, hogy a demónak a... Aha. Aiming assist, tehát ez nincs. Show tutorial, yes. Na nézzük, kíváncsi, hogy ugyanúgy fog kezdődni? Most ugyanazt végig kell nyomni? Logan kibaszott drága volt, nem beszélek róla. És állítólag szerencsés voltam. Na jó, kezdjük. Shit. Where am I? Ez egy nagyon jó... Nem ott kezdődik, ahogy a demo. Tehát ez oké is. No. Fajka, gyere, bújj be ide. Szóval, itt vagyunk. Milyen érdekes? Ez egy érdekes lag volt. Oké.
Van itt egy... Tehát be vagyunk zárva, és van itt egy kulcs. Egy fém kulcs vajon kihagyta itt? Jó kérdés. Úristen, úristen, ne haragudjatok, mindig elfelejtem egyszerűen. Ez a sensitivity, ez olyan, mint hogy én nem tudom, kinek találták ki ezt. De nem embereknek. Jó. Korra! Azt mondja nekünk, korra! Run! Ja, hogy ez azt jelenti, le is fordította nekünk. Futás! Hova fussak? Jó. Azt mondja, how to use items. Jó, hát ezt már tudjuk. Profi, ezek vagyunk, fóbiások. Seems like no one else is around. Now's my chance. Senki nincs már itt. Ja, én nem akartam ezt kinyitni. Tényleg nincs itt senki? I can't leave until I find my notebook. Kell a notebook? Honnan tudjam, hol a notebook? Ja, itt. Aha. Azt mondja. Dear member of the sacred trial. Akkor, vagy bocsánat, nem trial, trail. Igen. Új, micsoda, készen állnak az új... Tengeri mellettek. Teszteli. Ezek embereken tesztelnek valamit? Ezek úgy néz ki nagyon. Oké. Ez valami szekta. Ez valami szekta már megint. Ezek vagyunk mi? Vagy ő az újságíró? How Louis? Ezek mi vagyunk, nem? Location Hotel Saint Dinfna. This morning... Igen. Aha. Aha. Az a lényeg, hogy itt elfogtak minket, valószínűleg ezek mi vagyunk, de most csak tippelek, és kiderült belőle az, hogy megpróbáltunk ellenállni, de végül elfogtak minket, és kiderült a jegyzetfüzetünkből nagyon sok infó, nagyon sok mindent tudunk róluk, úgyhogy fogva tartanak minket a többi árulóval. Igen, ezek mi vagyunk. Megvan a diary-nk. Destroy my notes. Gotta find somewhere to keep them safe while I look for a way out. Okay, ezek ez az 60 május 11. Inside one of these cells. Micsoda? Felvettem kulcsokat, de mit keresünk a cellákba? Várjatok. Azt mondja, hogy... Pillanat, másodpillanat. Jó. Ez hajnos az egyes. Nálunk van az egyes kulcsa. Kettes, négyes, ötös. Itt a kettes. Kettes. Damn. Can't see any good hiding places in here. Hogy itt kéne elbújjunk. Hát nem lenne jó. Ott hagytam egy kulcsot, tényleg, igazatok van. Hatost. Itt a négyes. És itt van egy tégla, ez visszatérő elem ez a tégla a börtönöm. Ide kéne eldugjuk, aha. Just need to find a way out of here first. Szóval eldugtuk a négyes cellába a notebookot. Tehát visszajövünk, érted? Csak ki kell találjunk. De akkor miért? Én azt szeretem, akkor miért? Ezt nem értem. Miért viszi magunkkal? Semmi nincs. Ez a szektának a jelképe amúgy.
Jesus, semmi nincs itt. Jó, és akkor ki kéne mennünk? Oké, kiszökünk. Sietnünk kell. Aha, sietnünk. Ez itt van az a kurva lángszórós kurva élet. Futi van. Ajaj. Fussál már baszod. Érzem, hogy jó fele jöttünk. Nem. Tekerjed! Tekerjed! Ajaj. Leszoptuk. Ez átnyúlt rajtunk. Át, fizikailag átnyúlt. És így kezdődik. Jó. Na, nagyon jó. Szép a grafika, amúgy jó, nem rossz. Ja, amúgy akartam mondani, hogy képzeljétek, hogy ez a játék nem csak Steamen van, hanem ez PlayStationre is megjelent. A PlayStation Store-ból meg lehet vásárolni. És amúgy Steamen valami 24 euró volt, azt hiszem. Mi lesz a notebook-kal? Fogalmam sincs. Most elmentünk a Hotel Santa Davinába? Nem. Mit láttam? Nem az volt kírva? Dintva volt kírva? Én már nem tudok olvasni akkor. Lehet, hogy egy kicsit izé vagyok. Diszlexiás, az előfordul. Na, közben, ami miatt itt félig meddig elbambultam, nagyon szépen köszi a támogatást továbbra is Funky Frognak. Tök jó. Mr. Bilbo, Gota, nem Mr. Mr. Eki. Köszi a csírt. Nem megbaszó, de legalább csír. Hát minden csír számít. Az utolsó csír is számít. Nagyon szépen köszönjük. Cenipok, köszi a subot. Sirion, köszi a 69 hónapot. Cenipok, köszi szépen a Gévikancsnak a sub giftet. 501 DPS, köszi szépen a két hónapot. Balaton Kex, kösz a csírt. Lilit, Jani, ha már fóbia, mostanában Pisti olyan dolgait látjuk, amit szeret. Például Gördeszka, BMX, neked van ilyen? Vagy lesz hasonló tartalom? Köszi a csírt. Nekem ilyen extrém hobbiaim nincsenek. Egy ilyen késztetéseim. Legalábbis egyelőre nem. De köszi. Krimilt, köszi szépen a csírt. Ez ugye nem horror. Nem, ez nem. NB, köszi a két hónapot. Naxora, köszi a 66 hónapot. Scorer, köszi a 6 hónapot. Fetasite, köszi a 47 hónapot. Strego, köszi a 48 hónapot. Filthy Monkey, köszi a Prime subot. És Dark Thomas, neked is köszi a Prime-ot. Na! Most megyünk tovább. Oké, szeptember 2009. Az előbb 1960-ban voltunk. Csak mondom. 1960-ban voltunk. Most már kicsit... 2009. Seems like nobody's here. De ugyanaz a hang, az ugyanaz a karakter. Ja, a május 11-ben. Megint eltűnt, mi? Elnézést, hogy megvárattam. Semmi gond, most érkeztem. Az a lány. Állandóan elfut, vagy eltűnik valahol. De kit? Ja, hogy a portás csaj! Oké, most már értem.
do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Lechi Lopez. Akkor nem ugyanaz vagyunk. Az előbb valami Hans... Juan... Nem tudtam megjegyezni a nevét. Juan. Juan volt, nem? Juan. Mr. Lopez. Tourism? Work? Milyen okból vagyunk itt? How? Köszi szépen, tudtam, hogy mi hás. Újságírók vagyunk. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610, Block B. The elevator is just through those doors. Straight ahead on the right. Oh, okay. I truly hope you're the right person, Roberto. Please. Remélem tényleg te vagy az a megfelelő ember, Roberto. Élvezzük az itt létünket, köszi. Szóval kaptunk egy 610-es szobakulcsát, elmondtuk, hogy újságírók vagyunk, és nagyon... Nem volt furcsa ez a reakció? Nem? Hogy így elmondjuk, hogy újságírók vagyunk, akkor itt a 610-es szobakulcsa. Érezd jól magad, Roberto. Mi a fasz? Jó. Ne nézz rám ilyen furán, hello! Nézd, legugolok. Ilyet is tudsz? Ilyet tudsz? Na jó, megyünk, menjünk. 610-es szoba, azt eljöjjünk. Ott van. Jól néz ki. Az a baj, hogy tudom, hogy hogy fog kinézni ez a hotel hamarosan, és nem akarok belegondolni. Hű, itt valami nagyon elbaszott. Ezek a játékfejlesztők ezekkel a képekkel. Én nem tudom, mindegyiknek ilyen elborult fantáziája van, vagy direkt ilyen képeket keresnek? Én nem értem ezt egyszerűen. Azt nézd meg. Valamit látnunk kéne? Ezt a képet meg lehetett nyomni. De most tényleg ez mi? Rá tudunk zoomolni. Ha. Ez egy ninja lány. Papírok. Szóval mi a B-be vagyunk, ugye? Azt mondta, 610 blokk B. Le van zárva a lépcső, akkor lifttel kell menni. Halk a játék? De nekem is halk amúgy, most nincs semmilyen hang. Annyira halk lenne nektek? Kurva halk ez a lépkedés, nekem is. Amúgy. De ez például most jó hangerej volt. Na jó. Szóval a hatodik emeletre megyünk, gondolom én. Itt vannak a gombok még a liftben, csak mondom. Mindjárt megnézem, hogy a játékban van-e plusz hangerő. Feljebb tudom nektek akkor tolni. Még ezt nézem, hogy... Pedig itt is maximum van. Telnek a napok közben? Aha. Van egy olyan érzésem, hogy... Érdekes. All I've done this whole time is run myself around in circles. Oké, már eltelt egy hét és semmire nem jöttünk rá. Azonnal a cutscene után megnézem, hogy tudok-e valamit csinálni. Hoppá! Ez most az fog megtörténni, ami a demóban volt? Oké. Furcsa loading. A hotel. Ez volt a demo, nem?
just happened? Most véget vonunk ugyanazt a contentet, ne! Jesus, everything's torn to shreds. Did somebody ransack my room while I was unconscious? Ja, ez az. Jó. Pillanat, megnézem nektek a hangot. Hát ez... Ez fullon volt az egyel, szerintem. Annyit tudunk csinálni, hogy a sound effektek hangját lejjebb vesszük egy kicsit. Meg a musicot is. Talán így egy fokkal jobb lesz. És hangosítom még neked itt, nektek itt amennyire tudok. Ez a max. Most maxon van a hangerő. Oké, van inventorink. Itt lesz az e-mail, amit már egyszer elolvastunk. Szerintem ezek azok, ugye? Igen. Ezek ugyanazok az üzenetek, jó. Oké. Igen, itt kaptunk kameráról beszél meg ugye, és várjátok, viszont itt van ez az óra, ez nem volt meg! Ez nem volt meg! Srácok, ez az, emlékeztek, hogy itt kerestem ezt a kurva órát, hogy cinkeljünk már végre. Hello? Who's there? Ez a save, azért van ez így. Aha. Itt a metal objektum. Már nem hiszem, hogy volt-e valami fontos. Mindegy, szeretem kihúzni a fiókokat, ez ilyen mániám. Oh, nem. Ott a szép. Igen. Igen. És akkor most kéne megnyitni, hogy is volt? Kombináció. Use. Na látok. 3. 7. 6. 3. 7. 6. Abban a pillanatban megvan a mosdó kulcsa, a géz. Semmi. Telefon, le van merülve. Igaz, a demóban is le volt, akkor se értettem. Oké, kint tudjuk nyitni a fürdőszobát. Hát srácok, akinek halkabb a stream, én nem tudom, én nézem az audio leveleket és pont olyan, mint szokott lenni. A játék nekem is halkabb, sokkal. Fú, de undi. Továbbra is ez a fürdőszoba. Oké, megvan a kamera lencse. Jó. Aha. Safe 37251. 37251. 37251. Oké. Kombináljuk össze a kombinációt. Meg is van a kameránk. C. Ott is van. The end is nigh. Oh my god. Shit. It's stuck. Ja, így vagyunk egy ilyen alternatív dimenzióban. Én azt tudom, hogy itt valami történni fog, nem? Háromszor hangos. Lehet, hogy leveszem magamat. És akkor... Ez úgy jó, nem? Kicsit lejjebb vettem az én hangomból.
És akkor tudtok hangosítani az egészen. Ha tudtok. Nekem olyan szinte csurtkám van minden, hogy el sem hiszitek. Full. Ajaj, most kezdődik az anomália. Itt, igen. Én erre nem emlékszem, hogy ennyire ronda volt. Ja igen, tényleg, igen. És itt a lány a maszkban. Brutál. És akkor kezdődik a történet. Fóbia. Claudia, köszi a fél évet. Dragon Crisis, köszi 57 darabot. Viktor, Lianna, Eknidmada, Shroud, Sumos, Hákinga. Nagyon köszi a támogatásokat. És Dark Thomas, neked is. Köszi a Prime-ot. Mi a fene volt? Egy maszkos lány, akivel még találkozni fogunk. Kinyílt az ajtó. Szinkronizáljuk az óráinkat. Replace-eljük, mert ezt még egyszer nem csak végig. Jó! Na! Egyetlen feladatunk van, tovább menni. A fenébe, erre nem emlékeztem. Van, kaptunk egy slotot. Ez egy... hát egy recept gyakorlatilag, hogy hogyan tudunk csinálni healt. Géz, fertőtlenítő... Tehát alkohol kell, meg bandázs. Ide kell egy kulcs, igen. Ezt nem emlékszem, azt a kulcsot megtaláltuk? Szerintem nem. Ú, de durva. Ismerős ez az arc. Mindenre van leírás. Whoa, this camera is... How is this possible? Hát ugye, hogy nem tudom, hogy lehetséges ez, haver. Én nem tudom. Átjöttünk a falon. Meg is van a... Aha, megvan a kulcs, tényleg. Ez a lány egy kicsit megkúrt. Mert nem figyeltem egy pillanatra. De nem baj. Semmiről nem maradtatok le, srácok, aki most érkezett a fóbiával játszunk. Egyedül annyi volt az elején plusz info, hogy ez egy szekta, aki kísérletezett az 1960-ban, egész pontosan 1960-ban. Apicsámba, ez nem rémlet, hogy ilyen van. Emberekkel egy újságírót elfogtak, mert túl sok mindent tudott. És annyi maradt meg, hogy leszúrták, tehát átszúrták a testét, a lángszórós csávó. Átszúrta a testét, és most itt vagyunk már 2009-ben. Haladunk ma szépen így a demo contentet gyorsan végigpörgetjük. Ha sikerül. Kibert a áram. Hopp. Semmi nincs itt. Figyelj, de már nem volt zseblámpánk. Esküszöm, úgy rémlet, mint hogyha lenne. Erre emlékszem, hogy itt azt hittem, hogy valami keycardot kell keresni. Közben végig egy kulcs volt. Erre emlékszem. Az a baj, hogy a demóban előttek egy csomó mindent. Hát ez csak a játéknak a legeleje, szóval... Igazság szerint ez csak egy ilyen... teaser volt arról, hogy mi vár rád.
Ez csodás. Figyeljetek már. Nem találtunk... Mi? Nem találtunk semmit. Nem volt benne semmi más. Ez érdekes amúgy. Nem tetszik ez nekem, most elvesztettem a fonalat. Pedig mintha itt lett volna valami ebben a szobában még. Itt ajtó. Olyan volt, mint hogyha egy ilyen zseblámpára emlékezik, hogy ez lett volna. Ó, nem, tényleg át kellett nézni, már emlékszem. Itt a kéz, igen. Egy szuper kéz. És ez valamit mutat nekünk? Vagy ez ennyi? Van egy kéz. Várj már. Nincs semmi más info. Ezeket az 60-ban is keycard kellett ehhez. Ott van! 606, jó van, megvan az. Megvan az, ne aggódjatok. Elfelejtettem, hogy a sarokban van ez a cucc. Oké. Itt emlékszel, hogy valami lesz. Ez a naplón gyakorlatilag, hogy mik történnek itt sorban. Kamera... Aha. Erre lehet jönni. Emlékszem, hogy itt fogunk johnizni. Erre kifejezetten emlékszem. Ugye kell egy key code. Levél. 67352. De ez nem lehet. Az nem lehet. Mivel? Ez. Nem tudom beírni így a kódot. Ajaj. Ajaj. Ezt elfelejtettem. Ezt elfelejtettem, hogy így benéz. Jó. Ide jövünk majd a security-ba. De szuper. Ezek a slotok mindig jól jönnek amúgy. Jó. Ó, ott áll a kislány, tényleg a tűzelőt. Jó, ez megvan, ez megvan. Basszus, hogy a picsába felejtettem, hogy mit kell csinálni? Ó, itt le is lehet menni. Ja, igen, igen. Kell találjunk alkatrészt, igen. Megvan, minden megvan. Jó. Most itt lejövünk. A bogárka. Igen, emlékszem ezen. Kiakadtunk, milyen undorító. De kiderült, hogy... Fú. Ez másképp nézett ki, bassza meg. Ez az egész rész le volt zárva.
Ez az egész rész le volt zárva a demóban, és itt nincs. Bassza meg. Ez gond. Fejlesztőkkel nem... ez... A! A pattern. Here. A pattern here. Mi a pattern? Köszi szépen, Eszter, örülök, hogy tetszett. Pattern here. Na, várjuk egy kicsit. Mi a pattern? Azt látom, itt van egy fiók, ami rajta van ez a jel. Ezt nem lehet kinyitni. Hát azt hiszem, hogy a izé le van véve. Ez a maxos fov. Azt akart mondani, hogy a fejlesztők megetetném ezeket a fiókokat szívem szerint. Biztonsági okokból a hotel olyan részeiben, ami fontosabbak biztonsági szempontból, más olvasókat telepítettek. Aha, tehát az olyan, hogy a kártyák, a mágneses kártyák, csak magát a kódpanelt nyitják, azon kívül szükség van egy kódra is. Mi a mi a fasz? Egy piros kártya van. Oké. Pigyü. Volt valami hang? Holi. Ez holi. A WC kulcsát is meg fogjuk találni, arra emlékszem. Ez a rész teljesen új egyébként. Aha. Ezt nem fogom tudni. Itt semmi nincs. Semmi nincs. Fahéka, ne ijeszgess már, baszki, hát a szívinfarktus hozod rám. Mi a baj, mondja. Elkezd itt mellettem nyávogni. Na, várjátok, majd itt egy balta egyébként, ez jó lenne nekünk. Nem lehet kihúzni. De valamilyen biztos, hogy ide jöttünk. Semmiért. Kéne tudjuk azt a kódot? Az lehet mi. És mi itt a pattern? Na mondjad. Hello? Who are you? What are you doing here? Ah, ez a hívás. Please, I need help. Ezzel volt vége a demónak, azt hiszem. Something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto.
I came here last week to investigate the people who have been going missing. Oh, yeah. Igen, most derül ki, hogy már réges-rég eltűntünk, már éve. Like Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Wait, how do you know my name? No, no, that's not possible. Most jön át, hogy még mindig itt vagyunk. It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait, Stephanie? Is that you? Akkor ismeri. Milyen terv része? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. Try to find your way down to the first floor. I'll call you once you get there. And listen. Be careful. Nagyon óvatosak legyünk, az első emeleten találkozunk. What do you mean? Wait. Hello. Hello? Stephanie. Mhm. Damn it. What the fuck is going on? Jó kérdés. First floor it is then. Oké. Na, itt a pattern. Mi lehet a pattern? Mi lehet a pattern? Nem látok több mintát. Hát fogalmam nincs, tényleg. Azt gondoltam, hogy ez valahogy is úgy néz ki, mint a minta, de... Nem. Fiókok száma, amiben cetlik voltak? De az a baj, azok már nincsenek itt, nem? Hát, ez nem segít sokan. Ezekben már nincs semmi. Kamerával sem tudunk mit csinálni. Figyeld a jeleket. Milyen jeleket? Oh. Milyen? Van itt valami jel? Az óramutató. Nem hiszem. Az óra... A kamera még az ajtón volt valami, ahol át kell googolni. Hol? Valaki fixen van itt. WC? Melyik ajtón? A lánc... Az ajtó... De mi van a lánccal? Én itt vagyok, gondolom ezt el lehetne vágni, de ezt nem tudjuk megcsinálni. Sajna, a kódot kéne tudni. Jó, én azt mondom, srácok, menjünk tovább. Lehet, hogy ez olyan bónusz küldetés. Meglátjuk. De nem akarok több időt elidőzni itt. Ezek zárva vannak. Menjünk tovább, én azt mondom. Nem tudom, mire gondolt itt, hogy kövessük a pattern-t. Na mindegy. Ja, erre meg nem jó jönni, ugye? Mert ide viszont fegyver kéne, hogy bemenjünk a bogarakhoz. Akkor csak nem jó. Üdvözlet mindenkinek, amúgy szevasztok. Hét egyenlő G. Csodálatos.
sétált ott a kislány. Saktábla. Volt kódunk? Volt kódunk? Vár. Azt hogy tudjuk előhívni? A pattern here. Aha! 6-7-3-5-2. But a lot good that did for me, considering he failed to mention that you need the keycard to even put the damn code in. 6-7-3-5-2. 6-7-3-5-2. Abban a pillanatban kinyílt. Jók vagyunk eddig. Már itt sétálgatott a kislány. Ez mi? Ott valami. Volt valami. Jó. És ide is... Ide is ugyanaz a kód. Nem. Na bassza meg. Itt egy nyuszi. Szia nyuszi! Amo voce! Ne félj, Jani, a kislány nem él. Oké. Itt sokkal jobb, köszi szépen, hogy mondtad. Ez egy tökre ugyanolyan rész, mint egy szinten lejjebb. Ez viszont nyitva van. H8! H8! Figyeljetek csak, hogy H8! És oda mi a fene van írva? Hát nekem 8, kösz, így igen, meg lehet jegyezni. Ezt ki lehet majd nyitni a padlást. Most vagyunk a másik oldalán ennek a rácsos cuccnak. Aha. Aha. De ez mi ez? G7 az volt. Here's the password for this locker. AFDHGA. Na, várjatok, írni kell, végre valami izgalom. Várjatok. Hozok egy tollat. Na, hát ez tiszta retro, full retro feeling, azt nézzétek meg. Szóval, a 6 az F. Az A-t azt nem tudjuk, utána 6, a D-t azt nem tudjuk, ugye, elvileg. A H az mi volt? 8, ugye? 8? 8? A G a 7, azt tudom. 8, 7. A H, 8, igen, a G a 7, és az A, te honnan tudjátok mi a D? Hello! F, G, H, F, 6, jó.
8, 7. Hogy úgy, de nem sorrendben van, az lehetetlen. Mert az F a 6-os. A G a 7-es, ja tényleg igazatok van, úgy van. Tényleg úgy van, bassza meg. ABC sorrendben van. Igazatok van, bassza meg. Jó van, na. Teljesen jók vagytok. Teljesen jók vagytok, na nagyon ügyesek vagytok, jó? Akkor 1, 6, 4, 8, 7, mi volt? 1, ugye? 1, 6, 4, 8, 7, 1. Köszi! Köszi játék! Ezt továbbra se tudjuk mi. Itt pedig van egy... Oh, végre egy zseblámpa! Oh, nagyon jó. Jó van, jó, 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 jó. Nyugodjatok meg. Mi az a kis... Az mi ez a kis csomó? Mi ez a kis kocka? Hol megy a jár? Upgrade. You picked up an upgrade item. Go to the improvements tab. Ja igen, ilyen volt. Improvements, és tudjuk fejleszteni a kamerát. Aha, hogy távolabbra lássunk. Ja, csak nem tudjuk. Nem tudjuk fejleszteni. Itt van egy ilyen gyönyörű, egy ilyen konstelláció, nagyon tetszik. Akkor ez ennyi? Kislány az ott volt. Ez ennyi, ugye? Egy rejtett titkos inventory upgrade. Ott volt bent, de szemét el volt. Hogy el volt dugva? Megvan, srácok, nem baszott ki velünk. Kamera. Mi kamera? Igen. A sarokban van kamera. Really? Melyik sarokban van a kamera? Hát én ezt én nem is... Milyen sarokban kamera? Ti szopadtok engem. Itt a sarokban rohadtul nincs semmilyen kamera. Milyen sarokban kamera? Itt megyek körbe-körbe, itt egy fasz, semmilyen kamera nincs. Részegek vagytok, bassza meg, részegek mind. Nem baj, annyi baj legyen. Figyeljetek, srácok, most hogy mondjam nektek, el lehet kezdeni inni korán. Mondjuk hát végül 9 óra. Nincs itt semmi, hiába rohangálok a kamerával, nem történik semmi. Na, megvan egy kódunk, egy következő kód, ami fontos. Én azt gondolom. Hát ezzel most akkor ki tudunk nyitni valamit. Ezt a szobát. Gondolom én, hogy ez lesz az. Szóval, 1, 6, 4, 8, 7, 1. Ero. Azt mondja, a ládához van a kód. Melyik ládához? Oké. A
lentihez, ahol a le... Tessék. Na jó. Elolvassuk. Hanyadik szinten vagyunk? Ez hanyadik emelet? Ez a hatodik emelet, az ötödik emeletre kell menjünk. Fúj, de undorító. Akkor itt lesz a lock. Valahol. Hát nem. Mi van? Itt, ugye? De már nincs olyan kék kulcsunk. Ahol felvettem a flashlightot, ott volt egy kis láda. Tudom, mármint hogy értem, tudom melyikre gondoltuk, ennek a másik oldalán pont nem. Tehát erre gondoltuk, itt volt egy... A cucc, nem? Vagy nem? De itt volt, annál a lockernél. Jó. De valaki azt mondta nekem, hogy itt a plafonon vannak minták. Hát, nem. Nincs. Jó, átmegyünk akkor oda. Hát nem lehet berúgni. Érzékeny fajta. Nem itt? Szóval ehhez a lockerhez, ide. De mi az? 1, 6, 4. 1, 6. Hát az most tényleg bejött. Jaj, két zárja van. Ezt nem vettem észre, ezért zavarodtam össze. 8. 7. 1. Nice! Budi! Blue Metal WC kulcs. Az hol is van? Apuval készítettük azt a metal kulcsot. De ezt gondolom akkor most a másik emelet, tehát itt ez a szintnek a budiához. Azt a kurva ez a nyúl! Ezek a nyulak állandóan szivatnak, az összes horrorjátékban szivatnak a nyulak. Nem hiszem el amúgy. Ez a piros budi, itt is van egy nyúl. Ez egy szemét. Ez egy szemét, ez a nyúl. Itt is piros budi. Le kell. Na várjátok. Le kell menjünk. Itt lesz a kék budi. Gondolom. Szinkronizálni kéne egy órával most már, mert nem tudunk olyan. Hát már nem. De nagyon be fogjuk szopni, hogy nincs save. Ez nagyon rosszul néz ki. Aha. Undorító. Aha. Jó, ezt tudjuk, az ötödik és a hatodik emeleten kell keressünk. Ezt ki kéne csavarozzuk, ugye? És akkor azt hiszem a paneljét ki kell szedni majd. Nyitva van. Ezt nem is feltettem, hogy ez nyitva volt. Store. Mi? Nem. Ja, ez maradhat itt végül is a ládában. Ja, ez tényleg ilyen láda. A metal object itt maradhat. Ez viszont leszopkodjuk a lőszert, az kelleni fog. Megvan az, megvan! Megvan! 603-as szoba kulcsa is megvan. Szinkronizáció!
Azért nem kellene. Erre mi van még? Most ez a játék nem akarja, hogy erre jöjjünk? Aha. Don't open dead inside. Hát senki nincs itt. Full cam. Azt mondja, all toolboxes have a standard password for emergencies. Aha! Always keep this document with you so that you can open your box even if you forget the password. Igen, 30 jobbra 10, balra 5 jobbra. Ezekkel mindig bajban vagyok, ezt most mondom. Ebből nem lesz semmi jó. Hogy a toolboxokat találunk. Jó, legalább azt tudjuk, hogy akkor ehhez is van instrukció. Azt a láncot el lehet vágni. Hát valamiért sejtettem, hogy el lehet majd vágni, de nem most. Jó. Fúj, de undorít az a hely még mindig. Na, most mi is van? Most mi történik? Itt még mindig lenne valami pattern elvileg, ami nem tudom milyen pattern. Uncsi. Hogy mi? Várjatok. A liftet tudjuk, azt értem, berakom itt az elektronikus panelt. Elektricki. I think someone messed with this. It looks destroyed. I won't be able to fix this floor. Hát de... Várjatok már. Mehettek a bogarak fele is? Erre? Hát megbaszódok. Én nem jövök erre, ne haragudjatok, de ez így nem fog menni. Betriggerelem itt a izéket. Na várjatok! De nem a panelt kéne kicseréljük? Vagy akkor egy szinten menjek lejjebb? Olyat tudok, ugye? Mert itt tudunk johnizni a kamerával. Nem itt. Vagy itt. Ezt tudom kicserélni? Ezt nem tudom kicserélni. Vetél fel egy új kulcsot. A 603-as szobakulcsot. Ezt vágom. Csak azt hiszem, ezt az elektromos panelt bel tudom már szerelni. Ezek szerint nem. Na jó, akkor menjünk fel a hatodik emeletre, megnézzük a 603-as szobát. Hatodik emelet. Ez az ugye? Hatodik emelet. 603-as szoba. 607, 606. Ez egy másik. 604. 603. De múlva kellett egy imbuszok a panelhez? Lehet simán. Kasszett recorder! Kasszett! Nagyon jó. Azt, most már fel tudunk venni valamit. Ez mindenképp egy jó dolog. Vum. Azt mondja vum. Igen! Itt van! Itt van! Igen. Hogy mi volt? Azt mondja. 30 jobbra, hát ezt leírom, ezt az éjjelben nem jegyzem meg. 30 jobbra, 10 balra, 5 jobbra. Oké, okay, megvan. 30 jobbra. Hát ez... Aha, jó, nem így. 30.
Igen. 10 balra. És 5 jobbra. Á, ez milyen jól megcsinálták, tanultak a hibákból. Ez a demóban is olyan fura volt. Confirm. Azt nézd meg! Imbuszok! Ott van. Ott az imbusz. Ezt kerestük, amúgy pont ezt mondtátok, hogy a demóban volt imbusz. Ja, volt. Jó. Jó. Mi van még itt? Kop, kop. Semmi nincs. Azt hiszem itt haltunk meg a végén, nem? Vagy azt emlékszem. Ide mi nem tudunk bejutni. Szóval van egy... Nem ezt kell szerelgetni, hanem ami működik, ugye? Ha jól emlékszem. Ugye? Ezt kell szerelgessük majd. Ezt szét tudjuk bontani. Aha! Aha. És utána a gombokat kell keresünk, ami a legviccesebb dolog ebben az egész játékban amúgy, hogy gombokat keresgélünk, amikor szerintem egy csavarhúzóval össze lehet érinteni a... Elfelejtettem! Júj! Nem az én... Nagyon jó. Eszméletlen. Hihetetlen jó. Nagyon. Sose volt ennyire jó még. Hoppá! Ott is van. Már jön a lift. És akkor tudjuk, hogy nem lesz gombja. Missing all the buttons. Guess I have no choice but to go up. Azt a 7-es rakjuk már be. Faéka. Semmi baj. Meg kell keresünk a többi gombot. Na, közben egyébként nagyon szépen köszi Dishumanized, köszi a subot Mr. Godzilla. Nagyon szépen köszi az 52 hónapot, E. Péter köszi a 66 hónap tier 2-es feliratkozást. Lassan egy hónap késésed, de végre sikerült megosztani. Nagyon köszi. Jozimnenomik, hát nem tudok beszélni, köszi a 7 hónapot, Pixel Bandita köszi az 5 hónapot, Maxim Phoenix köszi a 10 hónapot, Norbi köszi a tier 3-as 77 hónap támogatást. Norbi. Még mindig az elsők között. Nagyon szépen köszönjük. Húboly, köszi a 15 hónapot, Koti köszi az 51 hónapot. Nagyon szépen köszi. Hát a pisztolyt még nem találtunk, szóval szerintem még nem kell nálam legyen. Na most, amit kell keresünk, akkor most kell keresünk a gombokat, ugye? Ha jól sejtem. De most ez működik? Ugye? Igen, tehát most fel tudom menni a 7-re. Szerintem itt fogjuk megkapni a pisztolyt, ha jól emlékszem. Ha jól emlékszem. Üdvözlet, szevasz, Slogan, nem, Logan. Ó, igen, itt lesz majd. A Fóbia demóval játszottunk a jó múltkor, amikor a Steam Next Fest volt, és megjelent a játék azóta, és most ezt próbálgatjuk. Az biztos. Ide kell valami baszó kulcs. Jó. Oké. Hát... Os portoes foram abertos iso ele nao previv.
Tud valamelyikötök portugálul? Vagy nem tudom milyen nyelven van az a játék, de azt hiszem úgy. Hát ezt ki sem tudom olvasni. Hopp! Azt hittem egy kis kilincs, és amúgy megörültem, hogy végre valami fontos dolog, de nem. Ennyi? Perfekt portugál vagyok. Jó. Na akkor, jó. És akkor most tudunk fölmenni, ugye? Itt, igen. Itt van az undorító. Jesus Christ, that's... Ez nem egy ember! Úristen, soha nem láttuk még! Igen. Ott adjad a fegyvert. Ott a nyúl. Amo voce. Amo voce. Hé, nem itt volt a pisztoly a demóban? Ez szopat. Követjük a vért. Ha? Just pull the trigger and aim for the heart. Tehát a szívükre kell célozzunk. De én most ide nem akartam bejönni, haver. De ronda. De ronda. Hé! Hey! Ennél jobban nem tudom szívbe... Where the hell did that thing come from? Okay. Ez a kérdésed? Okay. Honnan jött ez a cucc? I'm good. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hogy a faszban nem hal meg 2-3 lövésbe. Hogy tényleg nagyon halk a játék. Most tényleg, nekem is alig van hangja. Nagyon fura. Feljöttem ide, mikor összeomlott a hotel bizonyos része. Szóval ez egy riport arról, hogy a hotel struktúrája, tehát az alapja még rendben van, de azt javasolták, hogy inkább a lentebbi emeleteken legyenek az emberek, vagy ott érdemes lenni, és semmiképp sem használjuk a liftet. Mert ilyen állapotban nem a legbiztonságosabb, inkább a lépcsőd. Furcsa, hogy minden kezd tönkre menni, vagy széthullani. Általában ezek a hotelek nagyon komoly alapra épültek, vagy nagyon komoly alapjuk van, meg nagyon király dizájnjuk, és nem értik, hogy hogyan. Tehát akkor ezek szerint az átlag emberek, tehát az ember a része csak annyit vett észre, hogy ez a hotel elkezd omladozni, és akkor így ennyi az egész. Hát lehet. Szól a zongora. Ide nincs kulcsunk. Vártok már, itt már nem voltunk. Mint hogyha ezt a szobát már vagy nem láttuk még. Nem tudom. Nagyon sok zárt ajtó van. Van fura nekem ez. Aha, most írtunk ide a bejegyzést, hogy mi a fene lehet ez. Hát jó kérdés. Kulcs. A mezzanin 1-hez van kulcsunk. Ez a 2. Gondolom, de azért nem lehet ekkora troll a játék. Nem, ez nem jó. Na, nagyon tele van, kezd lenni a izém. Az gond, nem? Inventory most már tele van. Kezdődik mindjárt az inventory management. Jajti, köszi szépen a 7 hónapot. Hm?
Oké. Okay. Upgrade kocka. Itt van a sakkbábú, amit kerestünk. És el tudtuk rakni? El. Improvements. Pisztolyra tudunk adni. 2 upgrade pontunk van. Én azt mondom, hogy a pontosságra adjunk, hogy hát a jobban szíven lőjük őket. Mit szóltok hozzá? Én arra fogok adni. Jó, adtunk a pontosságra. Ez van benne. Ja, ez a doboz. Ja, most ajánlja fel a játék, hogy rakjuk bele a dobozba a cuccainkat. Várjatok, ezt össze tudjuk kombinálni. És le tudjuk játszani? Aha. Nagyon halk nekem is. Igen, pontosan ez történik velünk. Micsoda rejté. Oké, szóval egy csajnak a történetét hallottuk, aki gyakorlatilag hasonlókra számolt be, ami velünk történik. Tehát azt mondta, hogy a 610-es szobában hallott valami hatalmas nagy durranás, vagy valami zúgás, vagy valamit, és utána minden tönkre ment. Elkezdett összeomladozni a hotel, kigyulladt, szörnyeket látott, egyedül maradtak itt a hotelben, próbáltak túlélni, és azt magyarázta, hogy egyesek megpróbálták elhagyni a hotelt, de soha nem tértek vissza. Úgyhogy itt maradtak mindenféle élelem és segítség nélkül. Rosszul hangzik. Logan közben köszi a 8-as subgift bombát itt ma estére. Nagyon szépen köszi. Csali köszi a fél évet. TK Fear köszi a subot. Ötletem is méri a halka játék, srácok. Pedig minden maxon van, tényleg. A Windows hangom is maxon van. A keverőm is maxon van nektek. És még az OBS-ben is maxon van. Jó, hát arra még tudnék adni, de akkor én is hangosabb lennék, az nem lenne jó. Na jó. Oké. Okay. Szóval... sakkbábú. De most szerintetek ezt berakhatom amúgy ebbe a ládikába? Nem felesleges, hogy itt van nálunk? Hm? Hát berakom, nem? Mert hogy találunk azért, tehát meghallgatjuk. Szerintem simán. Nem szeretem ezt a nyula. Gonosz. Jó, a sakkbábút akkor rakjuk vissza a helyére, én azt mondom. Mit szóltok? Elég higgadt, elmond ez a sok szörnyűséget? Amúgy igen. Talán ott egyedül egy mondatnál így. Oh god, és így ennyi volt körülbelül az érzelem benne. Ez most fel fog kelni? A demóban nem kelt fel. Ez a csaj volt. Én... ez halott, ugye? Jó. Oké. De Jesus. Ott egy upgrade kocka. Upgrade, nagyon jó. Észrevettük. Még elég észrevehető. Na, a sakk bábút berakom ide. Aha. Az S6-os, a 6. emeleti szervíz ajtónak megvan a kulcsa. Nagyon jó. 6. emeleti szerviz. És ott ugye nem tudunk kiszállni, ha jól emlékszem. Jól emlékszem, ugye? És ez lenne a 6. emelet itt lent.
Vagy de? Ott ki tudunk szállni? Vagy az ötödikről kell feljönni? Valami van! Sakkozni lehet lootért? Milyen lootér? Hát srácok, én olyan szar vagyok sakba. Ezt most komolyan mondom. Kész. Sakmat. Na jó, menjünk le. Nézzük meg a hatodik emeletet. Erre emlékeztem. Ötödik emeletre megyünk. Áron, köszi a 3 hónapot. Gold, köszi a csírt. Halló? Miért érzem azt, hogy már nem vagyunk biztonságban? Jó, eddig se voltunk. Ötödik, hatodik emeletre kellene felmenjünk. Az a cél most. Mióta pisztolyunk van, nem tetszik ez a játék. Furcsa dübögések. Amúgy meg fúj. Most jut eszembe, hogy... Várjátok? Ez az ötödik szint, ugye? Erre most el tudnám menni a bogarak felé. Garrison kapitány, nagyon szépen köszi a 10-es subgiftet. Wow! Nagyon köszi. Micsoda. Ezt miért csinálja a játék? Nem tetszik. Ó, igen. Ó, igen. Ez az accuracy upgrade. Jó volt amúgy. Jó volt az. S6. Tudja, köszi a subgifteket. Nagyon köszi, hát megőrültek itt az emberek. Nagyon köszi. Na, itt egy gomb. Az első emelet gombja már megvan. Oda megyünk amúgy. És az lenne a cél, azt tudom. Az a nyúl, ez egyszer nagyon meg fog minket ijeszteni, én úgy érzem. Jó, ez, akkor ez ennyi, ugye? Hát még megnézem. Nézzük meg kamerával is. Kicsit másabb itt a... Ez mi? Miért van ilyen ágy itt? Fú, milyen vértócsa van itt. De undorító. Ez még egy hulla itt. Mi a fene van itt? Két darab lőszer. Kettő darab lőszer találtunk a múltban. Igen, ezekben a fiókokban még nem néztem be. Majdnem itt hagytam az upgrade pontot. Az ott mi volt amúgy? Na mindegy. Lőszer. Ó, 3 darab lőszer, na ez jó. Na, kezdjük. Ne már! Így volt a demóban is. Ujj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 
De ezt nem lehet. Lefotózom. Vártok, helyet cseréltünk, ez így jó. Be a liftbe. Be kell menjünk a liftbe gyorsan. Hogy is kell a liftig eljutni? Várjatok. A kurva életbe. Valahogy így volt. Álljál már fel, bazd meg, csak be kell rakni az egyes gombot. Rakd be a gombot, rakd be a gombot!
Gyorsan. Dan? Hát így megpróbált minket megkúrni egy nagy tüzes szörny. The House in the Woods. Szóval ez egy chapter volt, ez a hotel? Wow, Balaton Kex, köszi szépen a cheert. Bicó, nekem de köszi az egy évet. Nagyon köszi. Petje, ez a 8 hónapot. Nagyon köszi. Nagyon közel járunk valamihez. De mi ez? Wow. Matthias, szólj neki, hogy találtunk valamit. Egyre világosabb. Ezek valami transzdimenzionális űrkaput nyitottak itt meg. Mi ez a hang? Az igen. Gyilkos! Goodness, how long have I been asleep? Ez egy másik karakterrel vagyunk. Atyaim, mióta alszom? My head. Azt a rohadt. Mi a fene? Just a collegiate. Colgate. Köszi szépen a cheert. Cyrex, kösz a 39 hónapot. Ez nagyon érdekes, ennyi szálon fut a sztori. És itt is van egy olyan zár, ami ott a másik fél zár, amiben orosz betűk is vannak ezen amúgy. Érdekes. All the villagers should be present in the chapel at 7 PM this evening. Aha. Mindegyik falu lakót behívták este hétre a kápolnába, hogy átbeszéljék, hogy mi történt a bányában azzal a dologgal, amit találtak. Kérlek, hozd magaddal Matthias. Another meeting at the chapel this evening. Hmm? I'm curious. I don't recall anything about this sphere I'm supposed to bring along. Nem emlékszünk erre a gömbre, amit találtunk a bányában, az érdekes amúgy. Tőlünk kérték, hogy hozzuk magunkkal, de és nem tudjuk, hogy hol van. Az gond. Általában az problémát szokott jelenteni. Ha valamit rajtunk keresnek, és nem tudjuk, hogy hol van. Ó, Istenem, ezek a fiókok, könyörgöm. Ez egyszer... Vannak olyan játékok, amikből kihagyják ezt. Memory found. Lehet, hogy ez egy ilyen családi... Valami lesz ebből. Ó ne, ezeket is ki lehet nyitni, ó ne. Nagyon hangulatosan esik az eső, nagyon tetszik. Jó. Hát akkor az ennyi, ugye? Azt a fiókot már nem tudjuk kinyitni, imádom kinyitni őket. Nem, azt nem. Oké. Okay. Az óra, ez az óra egy memory, azt írta. Szerintem ez nem olyan óra, ez nem az a szinkronizálós óra volt, vagy igen? Oké. Oké. Well, if I do have this sphere, I suppose it would be in my office. Valószínűleg az irodámban van ez a gömb, hogyha... Vigyem kell magamban. Én azt akartam kérdezni, hogy láttátok ti is, hogy itt az ajtó mögött álltak emberek? És olyan fura ez a kép. Oké, okay, ez is kell kulcs. Nagyon durva. Kicsit más hangulata lett itt a játéknak, én azt kell mondjam. Szia, Bruti! Közben most vette észre, hogy itt vagy, basszus. Igen,
megérkeztem ide a Trace Trailshez, igen. Igen, volt egy pár meetingünk, a munkások nagyon jó fejnek tűnnek. Nagyon egyszerű szállásunk van, de olyan otthonos. Leírja, hogy mi van a faluban. Azt akartam vele tudatni, hogy minden rendben van. Minden a mi irányításunk alatt van, tehát minden felett mi uraljuk az a helyzetet. Most már megértettem, hogy nincs miért aggódni a jövőben. Megtalálom. Christopher. Hát remélem nem számolja senki hány fiókot nyitottam már ki ebbe a játékba. Why are all of my drinking glasses lying about? Én ezt nem tudom, sokat iszol? Ez probléma. Mentés! Christopher háza. Itt is egy olyan furcsa kulcsjuk. Ezt lehet azzal a gömbbel tudjuk majd kinyitni, amiről beszél? Vagy amiről szó van? Ó, mindent ki lehet nyitni, ezt nem hiszem el. Valaki meg itt járkál kint. Jó, megkeressük ezt a... Ah, jó, az vér. Itt is vér. Borotva. Kulcs? A konyha kulcs. Koszosak? Igen. Én nekem nem a kosszal van a baj, ezzel a vérrel van a gond. Azaz. Tehát, most őszintén kérdezem. De most tényleg. Azt mondja, lehetséges, hogy megütöttem valamiét ezen a túrán, amire mentek, vagy ezen a felfedezésen. És amiatt ilyen véres. Hát, hogyha én így benyitnék egy fürdőszobába, értitek, itthon. A fürdőszobába, és ezt meglátnám, hogy ilyen véres minden. Lehet, hogy egy kicsit elgondolkodnék az, hogy... Nem biztos, hogy csak úgy bevertem a fejem, tehát, hogy itt van mint olyan 2 liter vér. Egy kis bibi. Bálintovics, köszi a... Bálintovics, ne haragudj. Zaklatnak. Nagyon köszi a 3 hónapot. Kurvó... Kurvó áldudnak, pedig nagyon köszi a raidet. Kaptam egy... Nem is tudom, hogy van itt ilyen notification. Köszi. Jó. Szóval... A konyhába bemehetünk. Ez lesz az? Valaki közben borzasztóan elkezdett zongorán játszani. Amúgy... Bruti, azért hagytam nyitva. Ez zene. Az ajtókat, hogy tudjam, azt már kinyitottam. Elfelejtem. Képes vagyok kétszer kinyitni. Hoppá! Furcsa hangok vannak a konyhában. Figyeljetek! Tovább akarunk mi itt menni? Tehát, hogy meg akarjuk nézni, hogy mi a... Nem ez a terasz. Én nem akarom én ezt meg... Valami nem, nincs rendben itt. Szinkronizáljuk a mentésünket. Amúgy ott a pisztoly. Most nézem, akkora vaksi vagyok. Nem vettem észre, hogy ott a pisztoly. Én nem érzek jót. Úha. Itt valami szellem van. Itt valami szellem van. Ott volt a szellem. Ujjjj. Mik ezek a festmények? Miért? No sphere anywhere in sight. Perhaps I should check if I locked it away in the gun cabinet at the bottom of the stairs. Oké, szóval 1920 egyébként, csak mondom, hogy most időben ott vagyunk. Ezt most vettem észre. Szóval ilyen
hogy is mondjam, természetfeletti dolgok után nyomozunk. Az a lényeg, hogy ide jött a természet feletti dolgok után nyomozni, és nem tudják pontosan, hogy mi az oka. És megígérte, hogy meg fogja találni az okát. Akkor gondolom, ez a gömb volt az oka ennek az egésznek. Oké, kiderült, hogy a falu lakói borzasztó vallásosak. És kifejtették a félelmüket azzal kapcsolatban, hogy beavatkozzunk, hogy ez lehet, hogy valami szent dolog, és hogy nem kéne ezt zargatni. És azt mondták, hogyha felkutatjuk ezt az erőt, ami ezt a problémát, vagy ezt a természetfeletti jelenéseket okozza, akkor azzal valószínűleg halált fogunk magunkra szabadítani. De ennek semmi értelme. Tehát ez egy kis ilyen napló. Jó, szuper. Akkor csak ide jöttünk. Oké. És akkor valószínűleg megtaláltuk ezt a valamit a föld alatt. Jó. Akkor azt mondta, hogy menjünk le, nézzük meg a kabinetbe a lépcső mellett. Oké. Jövök. Mentek. Még egy mentés. A mentésre mentés. Vagy ne. Legjobb. Na most felvettünk. Na igen. Na most ide. Hát most melyik az? Várjátok. Most melyik lehet az jel? Várjátok, ez a jel, ez a karakter, tehát az F betű, az orosz F, de amúgy nem biztos, hogy az. Meg ez nincs ezen, tehát ez van rajta. Tehát akkor ezzel kell kombájnolni. Combine. Nem tudtuk azzal. Akkor... Nem, de nem. Ó, nem úgy van. Látom, az a sorrend. Az a sorrend. Ja, nem látjátok. Teljesen lényegtelen. Sorrendbe kell összerakni a kulcsot. Most már megvan. Már rakom is. Ó. Nyugodjatok meg. Ott volt a sorrend. Tehát ez a sorrend, amit itt látok, balról jobbra is úgy lehaladva kellett összerakni. De teljesen lényegtelen, mert be kell pörgetni. Szóval van itt nekünk egy omega jelünk, egy ilyen Y, meg egy V. Én így hívom. Omega, Y, meg egy V. Damn, nothing. At least my revolver is still here. Well, the lockbox on my desk is the last place I can think to check. Ne, add majd a sotit! Erre elveszi a revolvert, ez ott a shotty! Á, nem normális. Shotty. De figyeljetek már, srácok, ez eddig is ilyen undorítóan nézett ki ez a nappali? Szerintem kurvára nem. Azt a kurva, de ronda lett minden. Tiszta penész? Vagy mi ez? Olyan, mint a penészes lenne mindenhol a fal, de amúgy szerintem kosz. A festményekre is ráment a szar. Azt mondta, hogy az asztalomnál lévő boxba kellene megnézzük, hogy hol... Vagy lehet, hogy ez nem itt van? Az a szobánkban lenne? Arra gondolt? Ó, jaj. Aha, itt. Ez az. És mi a sorrend? Ja, igen. X, alfa, V és orosz Z. X, alfa, V és orosz Z. Ott is van. Hűha. Megvan. Mi ez az erő? Ajaj.
Oké, megvan. El kell jussunk a kápolnáig. Jó. Miért érzem azt, hogy ez nem lesz jó nekünk? Ujjjjj. Ujjjjjj. Ah, jó. Jól van, jól van, jól van. Yes. Yes. The Great Hall. Amúgy megmondom őszintén, ez a rész a játéknak nagyon tetszik, hogy különböző idősíkokon játszódik. Tök menő. Most megint visszatértünk a hotelbe. Mhm. Uh-huh. Oké. Okay. Na, srácok! Én azt mondom nektek, hogy ez lesz az a pont, ahol most megállunk. Tudom, hogy ez most végtelen izgalmas, végre kezd beindulni a játék. Azoktól elnézést szeretnék kérni, akik a demo contentet látták, mert a nagy része azért benne volt. De egyelőre most legyen ennyi, én azt mondom nektek. Matti, köszi a 45 napot, nagyon köszi. Tudom, hogy lehetne tovább nyomatni, de most nem nyomom tovább. A streamline is mondta, hogy van sajnos még egy kis dolgom. Sajnos, nem sajnos amúgy, mert nincs ezzel semmi gond, de van még egy kis dolog. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Jó? Tehát folytatni fogjuk. Megmondom őszintén, a hoteles rész annyira nem nyerte meg az ízlésemet, hogy maradjunk annyiban. De egyébként ez a része, ez a ház, ez például tök jó volt, de valószínűleg lehet annyi volt, hogy a demóban már láttam, és nem volt olyan túl izgalmas. Minden esetre szerintem folytatni fogjuk, és ezt a jövő héten fogjuk nyomatni, jó? Holnap nem lesz stream, mert más dolgom van, és nyugodjatok meg. Véletlenül se a Stranger Things záró részeit fogom nézni. Nem, hát hogy áldoznám fel azt, értitek, a streamért, vagy a stream helyett az, hát azért az egyébként elég csúnya dolog. nem azt fogom nézni, úgyhogy nyugodjatok meg, a lényeg az, hogy hát ez az, ugye, most eszetekbe jutott? Hát, akkor együtt kell nézzük, úgyhogy ha holnap este nézitek, akkor olyan, mint hogyha velem néznétek. Srácok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt nekem így az esti sessionök, így ennyi volt a hétre. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Holnap reggel találkozunk a Happy Hour-ben. Délután Pisti fog streamelni nektek. Az a srác ez megbaszta. Várjátok, Pisti fog nektek streamelni. Nem tudom mit, mert nincs benne a menetrendben, de lesz stream, ez biztos. Úgyhogy Johnny Hero, köszi közben a Tier 2-es 64 hónapot, így, bocs, köszi. Albi, Matti, köszi. És ez lesz a program. Jövő héten jönnek tech videók, jövő héten jön, nem titok, egy újabb tartalom a nagy csatornánkra, a The VR csatornára. Újabb, hát ilyen elvetemült ötletünket valósítjuk meg, amiben egyébként bármennyire is fura, de nektek is nagyon sok szerepetek volt. Ugyanis elméletileg, aki benne volt ebbe a dologba, hát már lassan egy hónapja megosztottuk veletek, hogy csináltunk a Discordra egy ilyen mém szobát, egy The VR mém szobát a Discordunkra, és hát ott lehetett megosztani mindenféle vicces képet, videót. A mai nap folyamán Dani összegyűjtötte egyébként a beküldött alkotásaitok közül azokat, amik szerinte viccesek, úgyhogy úgy néz ki a program jelenleg, hogy holnap fogjuk felvenni Pistivel ezt az egész sztorit, hogy végignézegetjük, hogy miket csináltatok. Mi direkt kerüljük egyébként azt a szobát emiatt, és a jövő héten ebből lesz tartalom. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon izgalmas, vagy nagyon vicces videó lesz szerintem így a jövő hét folyamán. Úgyhogy pörögnek a cuccok. Nagyon köszi, hogy itt voltatok még egyszer. Legyetek jók, jön az outro. Piripipi, piripip.